Ferencvárosban jelenleg több mint 1000 család vár arra, hogy piaci áron lakást bérelhessen az önkormányzattól. A szerencsések azonban a valós piaci ár töredékét akár meg is vehetik a felújított lakásokat. Ehhez azonban az együtt helyi képviselője szerint jó kapcsolatot kell ápolni a fideszes városvezetéssel. 80 négyzetméteres lakásokat 10 millió forintért adtak el, mondjuk az előző ciklusban szintén fideszes önkormányzati képviselőnek. Volt olyan lakás, amit szintén ilyen áron, de 30 éves, 25 éves hitelre adtak el, amit egyébként az illető értékesített, mielőtt még kifizette volna. Ez utóbbi ügyben egyébként már az ügyészség is nyomoz. Ebben a Viola utcai házban egy Fidesz közeli vállalkozó ismerőse nyert lakásbérleti pályázatot. A frissen felújított 60 négyzetméteres lakást az ingatlanbecslő 13 millió forintra becsülte, ami körülbelül a fele harmada a valós piaci árnak. Az önkormányzat erre még 50% kedvezményt is adott, így már csak 6,5 millió forintot kellett volna befizetni, azt is csak 15 év múlva. Úgy tudjuk azonban, hogy a lakást azóta körülbelül 30 millió forintért el is adták, így a szerencsés vásárló csaknem 25 millió forintot nyert, anélkül, hogy egy fillért is befektetett volna. Nézzünk egymásra, hogy zavart a mosolygunk. Ugye volt ez a három nevű, Nagy, Gábor, Tamás. Ugye volt hűtlen kezelés, ott volt a vita, hogy mennyit kaphat 5-8 évet, vagy valamit. Itt most a kocsis Máté, ugye? Nem, nem, ez a Ferencváros, ez nem a 9. kerület. Ez 9. kerület. Ja, 9. kerület, nem a kocsis. Ott is mindegy, sajnos szóval nem csak a Ferencvárosban történik ez, úgyhogy... Nem, de hát én megnéztem a jogszabályt, pontosabban hát van egy törvény, amelyik szabályozza azt, hogy az önkormányzat a saját vagyonát hogyan értékesítheti, milyen vagyon, amit tehet, és abban azért elég pontosan le van írva, hogy kik jogosultak arra, vagy kik jogosultak arra, hogy önkormányzati tulajdonú lakást béreljenek, illetve hogy megvehessék. Nem azok, akik véletlenül valahogy én úgy olvastam ezt a törvényt, hogy nem pont az volt odaírva, hogy akik jóban vannak a Fidesz vezette önkormányzattal, azoknak. A másik, ami konkrétum, és gondolom, hogy ez már azért ennek az ügyészségnek is bökte a csőrét, hogy aki bérli az önkormányzati lakást, az nem adhatja el. Csak az önkormányzat beleegyezésével. Na most, ha az önkormányzat egy ilyenbe beleegyezik, hogy 6 millió forint lefizetésével valaki bérli a lakást, és utána 25 vagy nem tudom mennyit mondtak. De hogy tulajdon szerzett rajta, nem az volt a hiba, hogy meg is tudta egyik, venni? Az egyiknél, ha én jól értettem, az egyik fajta az volt, hogy meg is tudta venni, tehát megvette. A másik, ha jól értettem, az volt, hogy ő csak bérelte. Tehát amit bérel, azt nem is adhatja el, csak az önkormányzat hozzájárulásával. Ez egy oltári nagy disznóság. De nem arról lefordítsam a törvényt magyarra. De nem arról van szó, mint amikor a Zsiga Marcell volt a 40... A kedvented a Zsiga Marcell. Igen, a 40 millióból meg tudni élő miskolci alpolgármester, aki ugye addig betonoztatott, vagy aszfaltozott, ameddig a házban, ő a szerencsejáték kertéhez került. Hogyha így együtt a mi közösségünk gondoskodik a közösséghez tartozó kliensekhez, akkor ez egy teljesen normális dolog, amit ez a három nevű csinál, vagy ezek a többiek csinálnak. Akkor ez egy elvárható magatartás, hogy ott segítünk a pártagnak, ahol na, de lehet. Ugyanez történik az 5. kerületben, ugyanez történik a várban, ja, rengeteg Rogán ellen az ügyészség még mindig nyomoz. Bizony. Az 5. kerületben ennek nagyon komoly művészet volt. Én azt gondolom, hogy amivel ezt meg lehetne oldani, és meg is kell oldani, az, hogy erősíteni kell az önkormányzatok vagyongazdálkodásának a transzparenciáját. Tehát én magam részre olyan jogszabályt alkotnék, hogy nyilvánosan, vagy hozzatnék létre az országgyűléssel, ami konkrétan előírja azt, hogy például az önkormányzatok által tulajdonolt ingatlanok tekintetében bármi nemi elidegenítés, bármi nemi a használati vagy tulajdonra vonatkozó rendelkezés lehet, az nyilvános árverés útján átláthatóan kell. Most, hogy a Fidesz ezt hallja, szerintem börtönben fogják ezt vezetni. Akkor örülök neki, végre valami értelmeset csinálnának, bár megcsinálnák, de szerintem nem az egyik... Egyelőre. Akkor majd később valaki más talán. De a lényeg az, hogy a transzparencia növelésével az ilyen jellegű disznóságok azért jelentősen könnyíthetőek. Legalábbis annyiban, hogy nem lehet olyan könnyen eldugni őket. És ha valami nagyon nem könnyen eldugható, akkor talán egy kicsit visszafogja magát mindenki. Ebben nem vagyok annyira biztos, ahhoz média kellene. De nem véletlen, hogy a Fidesz 2010 egyik első intézkedés az üvegzsebtörvény visszavonása volt. Uh-huh. Ami ugye a transzparenciát segítette volna elő a minisztérium gazdálkodásába. Ezt vissza kell hozni. De hát a probléma az, hogy írott malaszt
a törvény. Tehát van egy törvény, ami... Nem akkor, hogyha még el is törlik. Nem kell eltörölni, csak egyszerűen nem tartják. Annyi, hogy különösképpen érzékeny vagyok erre a lakás dologra, mert csinálok egy ilyen alapítványt, amiben ami az emberek szociális bérlakáshoz való juttatásá szolgálná, és hogy ez teljesen világos, hogy ez egy önkormányzati, illetve kormányzati feladat lenne, és akkor eljött ez van, ez az elképesztő cinikus, gátlástalan, ilyen mafiázás. Ez az első kerületi polgármester egy-két hete a Magyar Időkben adott interjút, ez a Nagy Gábor Tamás Józsi, hogy azt mondja, hát én pályáztam a legjobb ajánlatot, én tettem, megnyertem. Igen. Akkor a feleségem szülei irodai célokra egy lerobbant lakást, azt megkapták, és akkor azt a céget, milyen céget? Az kiderült a cikkből, hogy azt a céget pedig a volt, az elvált feleségem vette meg, és így, hát egyszerűen, komolyan, hogy a pofátlanság, jó, nyilván, hogy ezt az embert nem létezik, hogy még egyszer megválasztják, és Isten, ments, hogy megúszta. De nincs ilyen. És akkor még nem beszéltünk az összes többiről, a Lázár. De várjál már, elektromos autója van, meg rendes autója van, és 200 lépésre fillérekért bérel egy lakást. Ez az ember. Az a legijesztőbb, hogy az emberek ilyen... Így van, hogy az emberek ilyen fásultak, vagy nem tudom, lepattognak ezek az információk. Jó, de ott Katona Tamás volt, egy történész volt az első polgármester rendszerben. Katona Tamás után jön ez az ember. Na, hát akkor én megmegyek én, akkor meg én megyek a világ végéig. Na, reklám, aztán folytatjuk.